4 holttestet sikerült már kiemelni a vízből a hétfői tajvani hídomlás áldozatai közül, 2 embert pedig még keresnek az öbölben, a hadsereg katonái és a könnyű búvárok. 10 embert ápolnak kórházban, közülük 6-nak sérülése súlyos. A tragédia okát még vizsgálják, a híd ugyanis viszonylag új volt, és az állapotát is jónak gondolták eddig. Nem kizárt, hogy az elmúlt napok időjárása gyengítette meg. Rendőrségi helyszínelők és könnyű búvárok lepték el Nanfangao kikötőjét. Az összeomlott híd alatti kisöblöt teljesen átkutatták szerdán. Túlélőket és áldozatokat kerestek a vízben. A hadsereg kivezényelt 60 katonája segítette a munkájukat a partról. A térfigyelő kamerák is rögzítették, ahogy a 140 méter hosszú acélból készült ívhíd összeomlott. A hídon épp áthaladó tartálykocsi és a szerkezet darabjai 3 halászhajóra zuhantak rá. Eddig 4 holttestet sikerült kiemelni a vízből. A hatóságok közlése szerint mindannyian azon a halászhajón dolgoztak, ami gyakorlatilag megsemmisült a balesetben. 2 indonézek voltak, egyikük filipínó, a 4. holttestet még nem sikerült azonosítani. További 2 embert tartanak még eltűntként nyilván. A hídon tartózkodó 5 embert és a vízből kihúzott további 5 halászt kórházban ápolják. 6-an súlyos állapotban vannak, köztük a mélybe zuhant olajszállító autó sofőrje. A tajvani elnök már hétfőn este a kikötővárosba utazott, hogy a helyszínen tájékozódjon a helyzetről. A legfontosabb feladatunk most a mentés. Minden erőfeszítésünk az eltűntek keresésére irányul. A már kimentett emberek kiváló kórházi ellátást kapnak, és anyagi kárpótlásban is részesülnek, közölte Tsai Ing-wen. A katasztrófa okait vizsgálják, a gyanú szerint a Tajvanon hétfő este 160 km/h széllökésekkel átfonuló tájfun okozhatott komoly sérülést a szerkezetben. A híd az egyetlen összeköttetés volt a kikötő és a kisváros további részei között, ezért a hadsereg egy ideiglenes ponton hidat épít, aminek már a mentési munkálatokban is hasznát veszik.